Hivatalosan is átadták a megújult művelődési házat Szalántán. Az épület modernizálására néhány évvel ezelőtt nyújtottak be egy pályázatot, amit sikeresen le is folytatott az önkormányzat. Az udvar felől fedett terasz fogadja a vendégeket, akik belépve egy 200 személy befogadására alkalmas színházterembe érnek. Az ingatlanban kialakítottak egy számítógéptermet, de könyvtárat is működtetnek. Kívül-belül megújult az intézmény, ismertette az ünnepségen a polgármester. Külső szigetelést valósítottunk meg, födém és lábazat szigeteléssel együtt, annak érdekében, hogy az épület fenntarthatósága, hőtechnikai jellemzői javuljanak. A 2017-ben megálmodott beruházás fatüzeléssel kívánta a megújuló energiahasznosítást megoldani. Képviselő testületünkkel ezt alakítottuk át egy korszerű napelemes és hőszivattyús rendszerre. A fűtési rendszert pedig egy korszerű gázkazán egészíti ki. A beruházást emelt költségek mellett valósították meg. A Baranya megyei önkormányzat egy több mint 9,5 milliós ráemeléssel támogatta a projektet, amely így mintegy 48 millió forintba került. Emellett Szalánta önkormányzata 5 millió forintból finanszírozta a festési munkálatokat, valamint a gázkazán és a villámvédelem kialakítását. Az energetikai korszerűsítés napjainkban különösen fontos, mondta köszöntőjében a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Őri László kiemelte, hogy a háború okozta nehézségek a rezsijárakra is hatással vannak, azonban ilyen beruházásokkal jó irányba haladnak a települések, ami a jövőben is folytatódik. Nem állunk meg, a megyei fejlesztési keretből a következő időszakban a top plusz projekt kiírásainak a keretében mintegy 9,9 milliárd forintot fogunk további a közintézményeket érintő energetikai korszerűsítésekre fordítani. Az elnök kiemelte, hogy Szalántán a magyar és horvát közösségek, valamint a fiatalok és az idősek ilyen jó kapcsolatban való együttélése mind alapja annak, hogy egy ilyen közösségformáló fejlesztés megvalósulhatott. Ezt is jelképezte a Marica Kulturális Egyesület ünnepi műsora.